Jani. Igen. Éjjeli, nem. Éjféli vérfarkas. Éjféli vérfarkas. Nem tudom, az baj, a magyar címét sose jegyzem meg ezennek a dolgoknak. Rendkívül furcsa egy valami, mivel hogy a formátumát nem igazán lehet hova tenni. Igen, meg talán ez az első ilyen special, nem? Igen, special, csak olyan fura, hogy tudod, hogy ez nem egy sorozat rész, vagyis hát eddig nem az, meg nem egy film. Ez egy kis rövid film. Ez egy ilyen kis rövid special. Hát igen. Igen gyakorlatilag, igen. Ami egy ilyen nagyon különleges próbálkozás, és meglepő a Marveltől, hogy nem arról van szó, nem a képregény oldalról, hanem az MCU-tól, hogy ilyesmivel foglalkozik. Fura, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy most kiadták. Uh-huh. Hogy ez tökélet van a Halloween-ra. Igen, valószínűleg az időszakra lelőttek, hogy ez most egy ilyen dolog legyen, de egy nagyon különleges egy valami. Nem csak a formátum miatt, hogy egy ilyen 54 perces izé, hanem eleve ugye az, ahogyan megfogják a dolgokat. Nagyon. Ugye ez a 40-es évek kicsit ilyen Universal Monster Movies érzés. Ez a fekete-fehér. Igen. Nagyon furcsa, de amúgy tényleg nagyon aprólékosan odafigyeltek arra, hogy átadják ezt az érzést. Abszolút. Tehát így a film az teljesen, az a full fekete-fehér, nagyon zajos. Igen. A zoomok, amiket használnak. Nagyon. Abszolút, igen, igen. A lencsében is látszik egyébként, hogy csomószor ezt a széles látószögöt használják, látod a képszínen, ahogy ugye görbül a dolog. Igen. Nekem különösen tetszett az a flash, hogy ugye szokták mondani ezt a cigaretta kiégéstől, nem tudom, hogy figyeltel, hogy igen, volt benne egy pár igen, ilyen cucc. Igen, igen, az amúgy valójában nem az, hanem az akkor van benne, amikor szalagváltás váltanak, van, tehát színváltás igen, van, igen. És odafigyeltek arra, hogy minden egyes jelenet előtt, amikor megváltozik a helyszín, van egy ilyen, így belelátszik. Ezekre is odafigyeltek, úgy a stílus az eszméletlen, ahogy ugye működött. Hát a sztori az ugye nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ugye szerintem ez a legjobb teaser, amit lehet csinálni, az, hogy a fasz ki volt vele komolyan, hogy ugye több, miért nincs több, tehát mondjad már, igen, hogy mi van, tehát így látsz belőle egy részt, és így az, így rendesen hosszabb, mint egy sorozat rész, de úgy kéne még. Tehát, hogy így, és most ezt tudja, ez egy próba. Biztos, hogy egy próba, és biztos, hogy ilyen special lesz még egyébként. Azt nem tudom, hogy ebben a műfajban-e, de lesz valószínűleg, de tényleg, tehát nekem rövid volt. Én még akartam. Amúgy én is. Engem beszippantott. Tetszett a sztoria. Az más, hogy ugye mondom, én nagyon szerettem a Universal Monster érának ezt a részét, tehát például az, hogy mennyire hasonlít a The Wolfmanre, az valami elképesztő. Nagyon odafigyeltek rá. És mondom, a stílus a modern részekkel együtt is egyébként így elég ütős. Meg maga a felvezetés is olyan, hogy mivel, hogy ilyen rövid, olyan sokat nem szaroznak. Nem, rögtön bele a közepébe. Bele a közepébe, és azért így azt kell mondjam, hogy akciódús is volt, meg azért a felvezetés se vitték túlzásba. De most gyakorlatilag így elmeszelve ezt a dolgot, ugye gyakorlatilag összegyűlnek a vadászok, mert Bloodstone meghalt, és hát gyakorlatilag ugye kiörökli meg a vérkövet, és egy ilyen mini Battle Royale dolog indul egy labirintusban. Ez teljesen olyan volt, mint az Éhezők viadalja valahogy, nem tudom, de inkább Battle Royale, igen. Úgy gyakorlatilag azt mondja ugye az özvegye is, hogy meg hát ez az egész szürreális dolog, hogy ugye megcsinálják egy ilyen felhúzhatós animatroniknak. Azon annyira rögtem amúgy. Miután meghalt, még a hullája beszélt, hogy szevasztok, üdvözlet, hello, köszi, hogy megszervezte ezt az eseményt. Igen. Kész. Megszervezik ezt a Battle Royale-t, amiben ugye a követ rárakják egy szörnyre, akit ugye el kell kapni, és akkor azt kapja meg a követ. Ugye gyanítható volt itt, hogy egymást is gyakálni fogják, mert nagyon kell az persze, a kő nekik. Persze. Mint olyan. Egyébként a magának Bloodstone-nak így a historia is annyi egyébként, hogy van ennek is képregényes múltja. Én megpróbáltam, mielőtt megnéztem, hogy utána járni a dolgoknak, mert ezeket én nem olvastam úgy élőben, de igen, megvan, és ő egy ilyen nagyon-nagyon hosszú életet élt a kő miatt, és ugye a gonosz ellen harcolt, a szörnyek ellen harcolt, rettentően sok ideig. Igen, valami szinte nem is az, hogy valami ősemberszerű igen, valaki igen, volt, pontosan. Aki megtalálta ezt a követ, és akkor így van. Amiatt élt ilyen nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig, és ugye a kőtől ugye ilyen gyors, erős, hosszú életű minden lett. Ugye a klasszik fegyvereit ábrázolják is, a kardot és a shotgunt, amivel harcolt, és ugye ennek a kőnek az ereje gyakorlatilag, hát ha már Marvelről van szó, szuperhős csinál a hordozójából, és ugye gyakorlatilag ez a család örökli, és egyeneságon amúgy ez örökölte volna a lánya, aki egyébként a képregényekben elég jól ki van bontva, hogy ő egy elég nagy baszógép, és ugye ő örökölte volna, de ugye ő valami miatt eltávolodott az apjától. Igen. Egyébként a képregényes múlttal kapcsolatban, mert amúgy annyira nem hosszú ez a sztori, amit el lehet olvasni tőlük. Tehát nagyon komoly volt. Tehát az apja már erőszakosan tolta nála ezt a te kell legyél a következő vadász dolgot. Tehát lehet, hogy ez volt az lehet, oka. Lehet, hogy túltolta. Ha. Itt az MCU-ban, igen, hogy eltávolodtak egymástól, de amúgy látszik is a csaj, hogy ez egy Kenny. Eléggé durván. A dolgokat. Ugye ő az, aki így mint kívülálló
jön, mert a többiek azok vadászok. Igen. Ugye neki nem mondják, hány embert ölt meg, ő nem tesz esküt az elején, neki nincsen nyaklánc genyója, amit belerak az üstbe, amikor ugye be kell lépjenek a labirintusba. Igen. Ő csak úgy jön, mert ugye ő az egyenesági leszármazottja az egész dolognak. Sztori szinten amúgy egyában így ennyi a beindítvány. Ennyi. Ja. De amúgy a végig gyanús egyébként Jack. Nagyon. Imádom, hogy Jack Russell. Ah, hatalmas. Na ugye az egy kutyafajta. Kicsit se fura amúgy, hogy Jack Russell-nek hívják fő. Igen. Igen. Igen, meg azért ott vannak nála is ilyen, imádom egyébként, mikor mondják neki, tudod, hogy ő pedig több mint 100 szörnyet ejtett házadon, és még ő is így. Igen. Tudod, és így mondja, hogy igen. Ő persze, hogy ne. Külön király egyébként, ami egyébként a képregényes múltban is benne van, meg akinek van általánosan valami fogalma erről, hogy mikor kérdező, hogy van-e olyan, akit ő ejtett el, tudod, akkor Drakulára, vagy arra a vámpírra mutat, igen, és mondja, hogy vele többször. Majd aztán nekem nagyon tetszett ez a kis utalás, az baromi jó volt. Igen, de nem, de nagyon tetszett, meg hát amúgy tényleg elég gyanús volt az a kis karmolások a sminkjében. Hát meg eleve, hogy bejön, és meglátja a falfestményen a vérfarkast, hogy megölik, akkor már így néz, hogy micsoda. Igen. De szerintem a legnagyobb meglepetése annak, aki tudod így abszolút nem, tehát üresen állt bele ebbe a dologba, az az, amikor ugye találkoznak a labirintusban a szörnyel. Ja, igen, persze. Hát az valami őrületes. Kis Ted, ugye a, Ted, ugye a szörny, de olyan jó, hogy az interakció közöttük. Itt vagy, már megint meg kell mentelek. Ezek szerint akkor már biztos van valami nagyobb, hosszabb múltjuk. Ahogy így mondta is, hogy már több, tehát most másodjára vagy harmadjára mentette meg. Igen, amúgy úgy van, hogy a Marvel Universe-ben egyébként ő menting. Igen, egyébként. Aki nem a Swamp Thing, nem a Swamp Thing, hanem ő a menting igen. Egyébként. És amúgy a valódi neve neki... Dr. Theodore Salis, tehát tényleg Ted. Ted. Tehát, aha, tényleg Tednek hívják. Amúgy utána jártam, amennyire tudtam Manthingnek, mert Manthingben abszolút nem vagyok benne, pedig fontos nagyon. Tehát az a lényeg, hogy ez valami 70-es évekbeli képregény, de ki gondolta volna, ő is amúgy a szuperkatona szérummal kísérletezett. Aha. És akkor így lett belőle és magának be, és így lett belőle Manthing, ami azért... Jaj, beleesett valami mocsárba, nem? Igen. És az emiatt... De az a mocsár, aha, az nagyon különleges, mert aha, elvileg az egy nexus pont. Aha. Az egy belépő a multiverzumba. Oh. Egy ajtós, bármilyen valóságba tudsz gyakorlatilag be tudsz lépni bele, tehát a multiverz között tud utazni, és ennek a bejáratát őrzi Manthing amúgy. Ah, és ez egy pontos pont, mindegy lényegtelen. De elég durva amúgy, tehát azért hogy elégetje meg el, és azért szétmarja valami sav az embereket. De nagyon fontos, hogy ugye ő is egy olyan alter egóval rendelkező, már nem alter egóval rendelkező karakter, aki tudatánál van. Tehát Manthing, ő tényleg Ted, tehát ő emberi karakter. Igen, de látszott is, amikor Elsa hozzászól, igen, hogy mondja neki, hogy Ted, és így megváltozik az egész arc, hogy igen, igen, igen. Tudod a nevemet. Megy ott a dara egyébként a vadászok között. Elég brutálisan sikerült ez a dolog. Ez a Marveltől nem meglep, hogy véres volt, mint a kurva nagyon élet. Tehát ott abban azon a ponton, amikor már átváltozik Jack is, ott a csém olyan mészárlást végez, mint a kurva. Amúgy ez nagyon tetszik, hogy ezt így eltolják, hogy oké, mindenféle szörny van ott, de azért így mondják, hogy tehát így a vérfarkas az nem kutyafasza. Nem, nagyon nem. És kifejezetten tetszik az a jelenet, amikor átváltozik. Aha, az annyira klasszik volt, hogy zoomolt rá a kamera a csajra, így, aki nagyon fél, és az árnyékok mögött. Kurva jól nézett ki. Nekem is zseniális volt. Az benne van a trélerben is szerintem egyébként az a rész. Én nem is emlékeztem erre. De iszonyatosan jó. De nagyon tetszett nekem is. És akkor ott ugye gyakorlatilag, amikor ugye tehát megszöktetik ugye, mert igazából most a sztorit nem kell, és nem meséljük, mert ugye ez egy spoileres kibeszélő, biztos láttátok, megszöktetik ugye Manthinget, ugye ők maguk fogságba esnek, de hát gyakorlatilag ugye szédrabálnak mindenkit, tehát ez az összes vadászt megöli. Meg. Furcsa módon amúgy ő. Igen, igen, tehát igen. Akár igen. Itt harabdál össze egyébként, Jack tényleg. Öli meg az összeset. Ő. Egyébként kivéve a nagy darab csávót, aha, őt Manthing égeti halálra. Igen. Meg ugye a mostohanyját. Meg a mostohanyját, igen. De mindenki meghal. És csak Jack és ő marad, meg az Inas. Meg az Inas. Aki gyakorlatilag Igor. Igen. A régi Frankenstein movie-kból, igen, mint igen. Olyan, ők maradnak, és akkor ugye van egy nagyon érdekes váltás a végén, ugye a Bloodstone-ból kiindulva, ami amúgy így művészeti szempontból az egyetlen színes dolog a filmben, mikor ugye Elsa megszerzi a Bloodstone-t, onnantól kezdve színes lesz színes minden. Színes lesz minden, igen. Igen, és akkor ugye itt olyan, mintha indulna valami, és ugye látjuk azt is, hogy Jack meg összetalálkozik ugye Manthinggel is, és igazából megmenti őt. Igen. Az egy hatalmas, befostam a rögéstől, amikor ugye mindenki meghal, Manthing megy a dolgára, és egy kis ruhát így magával visz.
Igen. A, nem tudom, hogy az a Jacknek a régi ruhája, vagy mit, hogy a földről felveszi ruhát, hogy azon kellni fog. Kellni fog. De amúgy nagyon tetszett, meg amúgy ez a Ted, meg a Man-Thing karakterét is úgy csinálta meg, hogy nagyon szerethető legyen. Igen, ez nagyon fura, ilyen eszméletlen. Pedig amúgy nagyon durva cucc. Igen, látszik de látszik az is, hogy ugye a kívülállók oldaláról lett megfogva ez a dolog, és tökre olyan, hogy ugye itt a vadászok a szörnyek gyakorlatilag ebben, a, hogyha így nagyon furán akarod megfogni. Nyilván nem ők a szörnyek, de úgy van tálalva nekünk a sztori, hogy azonnal szimpatikus neked Jack, hogy ugye ő az, aki, az egyetlen, aki nem akarja megölni a többi vadászt, pedig tudod, hogy vérfarkas, aki összebarátkozik a másik kívülállóval, pedig tudod, hogy vérfarkas Jack, és az ő a szörny, akkor is szimpatizálsz vele. Tered gyakorlatilag feloldják az első pillanatban, ugye, Man-Thinget, ahogy megjelenik a kezemben, egyből hello! Ja. A vadászok meg ugye azok a primitív emberek, akik öldesik egymást. Igen. Meg amúgy nagyon tetszik az, hogy addig a pillanatig, amíg előjön ugye a keze Tednek, azt hiszed, hogy a vérfarkas után menne. Igen, mert ugye nagy lábnyom, mert meg karomnyom, meg megfigyeled, az, amikor mutatják távolról az egész hát labirintust, akkor így ott van az árnya a jobb felső sarokban, hogy megjelenik, és amúgy úgy néz ki, mint egy vérfarkasot ment volna. Igen, mert ő is ugye egy ilyen, igen. Úgyhogy nagyon tetszett. Igen, tehát az a durva, hogy gyanakodtat a film, hogy Jack lesz valószínűleg a vérfarkas, de ott egy kicsit elbizonytalanít, amikor ő megy be először a labirintusba, és látod a lábnyomat, meg minden, hogy meg. Meg tudod, így ott vagy, oké, persze a címe, meg minden, de most akkor lesz akkor ez a dolog, de nagyon királyú van megoldva, nekem baromira tetszik. Kis érdekesség még egyébként, ami arra utal, és ezért érdemes egy picit elolvasni, hogy Man-Thinggel mi a helyzet, emlékszem, mondtam neked, hogy a multiversben nyílik ugye az a mocsár. Megfigyelted, hogy amikor ott ugye a kis táborba ott nyomolnak, ugye ott French Press kávéfőző van, meg telefon, telefon, meg kártya, meg minden. Valószínűleg azokat a multiversből szedte össze ő oda, és azért van ott ilyen korban egy kicsit kilógó dolgok. És akkor úgy valószínűleg a mocsárholnál találkoztak. Valószínű. Ami ugye az Man-Thing helye. Elméletileg bármi elképzelhető ebben a Marvel specialben, lehetséges, hogy egy Man-Thing prequelt fogunk látni, vagy egy Jack prequelt fogunk látni, vagy egy sequelt látunk hozzá. Nem tudom, de az biztos, hogy nagyon sok Marvel rajongó bepörgött, hogy ez a Monsterverse ugye így megindul. Igen. Kurva sokan vártak after credits-et, ami nincsen benne egyébként. Rettentően sokan várták, hogy itt lesz a Blade-es after credits, tehát hogy itt mutatkozik be Penge valahogy. Az is valószínű, hogy nem abban a valóságban játszódik, amiben a többi MCU sztori. Hát lehet. Hát kétlem, hogy Drakulát lelőtték volna, hogyha Pengével szeretnének foglalkozni. Jó, igen. De majd ez kiderül. Majd ez kiderül a dologban. De nagyon sok easter egg van benne egyébként, ami miatt érdemes nézni. Hát bazd meg, öcsém, amikor elmegy az özvegy a koporsó mögött. Azt mondta, hogy this side up. Igen. Úristen, na mindegy, ezek rettenetesen sok ilyen kis mini poén van benne. Van benne. Ja. Mint olyan. Nekem nagyon tetszett. Szerintem egy ilyen nagyon friss, meg ilyen bátor próbálkozás ez az egész. Ilyen meghökkentően érdekes. Én mondom, meglepően odafigyeltek a részletekre. Nekem ez nagyon tetszett. Abszolút. Mondom, egy rövid filmről van szó, de nagyon odafigyeltek. Nagyon, rá. És mondom, az akciójelenetek kurva jól néznek ki, jó, véres, minden király. Én mondom, nekem az volt az egyetlen bajom vele, hogy én akartam még nézni. Jó lenne amúgy, igen, még. Mert tudod, rettentő sok mindent tudod, felvet, hogy és akkor most miért láttuk ezt? Miért láttuk ezt? Mi történik mostantól Elzával? Mi lesz velük? Vagy mi a fasz van? Miért néztük ezt meg? Ez az érzés volt bennem, és szerintem ez jó. Meg nekem kifejezetten tetszik, hogy a Marvel új tereket nyit meg ezzel végül is. Abszolút. Vagyis, hogy hát végül is a régieket felelőzni. A régieket nyitja meg, de mondom még egyszer, tudod, hogy nagyon sokszor a reggeli műsorokban is beszéltem erről, és szerintem nagyon fontos ezt így külön választani, mert egy egészségesebb viszonyban lesznek az emberek egymással. Az MCU az nem a Marvel Comics. Mert a kettő ez különböző dolog. Saját útját is járja az MCU. Megmondom, olyan régóta létezik MCU, hogy vannak, akik abban nőttek fel, és nekik ez a Marvel. Ja, persze. A képregény univerzum az egy végtelen könyvtár. Az MCU az meg ugye egy ilyen válogatott, saját útra szabott valami. És ebben egyetértek veled, hogy igenis új teret nyit. Az MCU-ban teljesen új teret nyit ez a dolog. És mondom, ki tudja, mi lesz belőle. Én nagyon remélem, hogy lesz még ilyen special presentation, és hogy ezt folytassák ezt. Ez nekem is nagyon bejönne. Ezt a dolgot folytassák, mert ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És tök jók voltak a színészek, nem tudom, engem elkapott nagyon. Nekem is tetszett.